az egész virtuális világnak a sikere az, hogy ennyire gyorsan és penetránsan el tud terjedni egy közösségi oldal, de pont emiatt gondolom azt, hogy akár egy-két éven belül is ez megfordulhat, és a Facebookot felváltja valami teljesen más. Hiszen amilyen gyorsan fel tudott épülni egy ilyen trendi dolog, egy egészen másik trendi dolog le is tudja váltani. Én azt azért még látom a fiatalokban, hogy mennyire pillanatok alatt tudja létjogosultságát veszíteni valami fajta közösségi mozgalom, vagy a közösségi oldal, ami már nem trendi, valami miatt. És én azt gondolom, hogy egy közösségi oldal az nem sokban különbözik, mint egy felkapott étterem, amit mondjuk 3-4 év múlva már nem látogatnak annyian, vagy egy felkapott diszkó. Egészen abból kifolyólag, hogy megunják az emberek. El fognak bukni, mert sokáig hibátlanul dolgoztak, most pedig hibát hibára halmoznak, hogy más nem mondjak a mobilos bejelentkezés, hát a mobiltelefonról lassabban lehet bejelentkezni, mint egy laptopról, ez nevetséges. Lassú, de nagyon látványos halál lesz, ezt jósolom. Amint a tech vállalatok túlnőnek egy bizonyos szinten, akkor a saját súlyuk nagyon gyakran belapítja őket. Ez lett a Microsoft sorsa is egyébként, ugye, bár azért még lennék a helyükben, de hát nem az a 15 éve miről beszéltünk, hogy megbezabálják a világot, övék minden, kész, vége a történelemnek, a Microsoft a világura. És aztán jött egy ilyen pici kis paradigmaváltás, ami egyre nagyobb lett, a nagy cég az nem tudta lemenedzselni magát, ott van, ahol most már egy x-edik vállalat. A Facebook az valószínűleg most van ebben a formában a csúcsán, vagy mostanában, de azért azt nem zárnám ki, hogy ebből is egy Google-szerű vállalat lesz. Tehát ugye a Google is kezdetben volt egy nagyon sikeres kereső, ma meg már a Google minden. Tehát forgalomanalitika, geolokációs szolgáltatások, Google Maps-en keresztül, navigáció, nagyon-nagyon sok minden. Lehet, hogy a Facebook is képes lesz hasonlóan nagy játékosként tovább menni. Persze azt nem látjuk, hogy ez milyen távra szólt. Tehát, hogy ez egy évekre, vagy évtizedekre szóló dolog, egy-két évre előre sejtjük, hogy azért versenyben lesz a online világnak a meghatározó szereplői között. A Facebook az szépen lassan egy közösségi alkalmazásból át fog menni egy platformá, és én nem nagyon hiszem azt, hogy veszélybe lenne a jövője. Az emberek nagyon nehezen alakítják ki újra a kapcsolati hálójukat. Egyébként ez pont elhangzott, ugye, hogy itt Magyarországon a felhasználóknak átlag 100 kapcsolata van a Facebookon, ez alacsonyabb, mint a nemzetközi. Azt kell tudni, hogy az IV-ben még 300 volt ez a szám. Ugye akkor volt egy nagy boom, az emberek kiélvezték ezt, hogy mindenkit, akivel egyszer találkoztak, vagy csak meglátták a metrón, már ismerősnek jelölték. Szépen tudatosan utána már a Facebookon sokkal kisebb kapcsolati hálózatok alakultak ki, és én nem hiszem azt, hogy most újra elkezdenének az emberek valahol máshol kapcsolati hálókat építgetni. Inkább azt gondolom, hogy a Facebook az szépen át fog menni egy olyan platformba, ami majd, ahogy most a közösségi játékok terén már egy elég komoly alapot nyújt azoknak, majd szépen jönnek az egyéb tévés hasonló szolgáltatások, ahol ő fogja szolgáltatni a közösségi funkciókat. Egy ilyen YouTube-Facebook keveréket el tudok képzelni, hogy este hazamegyek, és nem a tévét kapcsolom be 5 év múlva már, hanem bekapcsolom a Facebookot, de ott nem scrollozni fogok, hanem mondjuk egy tévészerűen végigmegy, hogy az ismerőseim ma a következő híreket ajánlották. Tehát nem a híradó fogja nekem megmondani, és ott egy főszerkesztő, hanem az ismerőseim. Az ismerőseim ezeket a zenéket ajánlották a YouTube-ról, és ezeket a filmeket. És én csak ki fogom azt választani, hogy film, azt fogom megnézni, amit ti posztoltatok, zene, azt fogom meghallgatni, amit ti posztoltatok, hírek, azt fogom meghallgatni, amit ti posztoltatok, meg amit a Facebook még hozzám engedett természetesen, de az már egy másik kérdés. Szerintem sem megkérdőjelezhető az, hogy a következő években a Facebooknak még lesz létjogosultsága az interneten és a magyar társadalomban is. Nekem ami hiányzik egyébként a Facebookból az a megbízhatóság és a biztonság, illetve ez a fajta trust feeling. Én azt gondolom, abba az irányba lehetne egy picit elmenni, hogy a userség és a valódi személy azonosság valamilyen formában kapcsolódjon össze a jövőben. Tehát tudhassam biztosan azt, hogy az illető az, akivel én beszélek. Tudhassam biztosan azt, hogy a reklám, amit nézek, az nem valami fajta tudatos készátverés, ami teljesen ellenőrizetlenül zajlik a közösségi oldalon. Tehát nekem ez hiányzik, én azt gondolom, hogy ebbe az irányba fog elmenni a világ, mert nyilván nem vagyok ezzel az érzésemmel egyedül, és sokkal többen helyeznék a bizalmukat ezekben a szájtokban, vagy a közösségi médiában, hogyha ilyen szabályozó funkciók működnének.
Egyre erősödik az a vonal, akik azt látják, hogy ez abszolút nem biztonságos az egész, figyelik őket, és a figyelés egyre tudatosabb a felhasználók részről, hogy nem csak a mondjuk titkosszolgálati úton, hanem egy marketing és minden olyan vállalkozás, ami egyrőbben a Facebookra telepszik rá, igaz, hogy personalizált módon, tehát figyeli az egyén igényét, de azért ez egyrőbben nem tetszik a felhasználóknak, tehát itt van egy ilyen, úgy mondanám, hogy ilyen exodus potencia, hogy lassan elérjük azoknak is, akik már benne vannak, de az elutasítóknál is nagy részt azért utasítják el, hogy őket ne figyeljék. És itt jön be, amit elhangzott korábban, hogy nem a közösségi oldalakban lesz egy új versenytárs, hanem pontosan az anonimitás megőrzése miatt, vagy abba való menekülés miatt a virtuális világokból fogom előtörni valószínűleg. Ne felejtsük el, hogy ugye Facebooknál 800 millió tömegről beszélünk, vagy lesz 900 millió, meg több. Azért több száz millió van a virtuális világoknál is felhasználó, és egy dinamikusabban növekszik, egyre jobban. Ha nézzük meg a tendenciát, sokkal erősebben. És ott ugye anonim nicknév alatt futó emberek vannak, sőt avatáraink vannak. Ott is megvannak a közösségi mechanizmusok, sőt ott még erősebb, mert gyakorlatilag főleg egy ilyen mondjuk online szerepjátékos közösségnél gyakorlatilag egy társadalmi kis mini mechanizmusok zajlanak, ugyanolyan társas normákkal, és egy ilyen pót társadalom jön létre. Erről tudni kell, hogy ilyen jelenség van, csak még nem látható módon. És az én messzibb vízióm szerint az úgy néz ki, hogy nagyjából a Exodusban résztvevő kimenekülők része az át fog menni egy ilyen anonim virtuális közösségbe. A közösségi viszony megmarad, átalakul más formában, viszont egyre inkább anonim lesz. Az, hogy a kettő aztán megint össze fog kötődni, mert ugye azt látni kell, hogy a virtuális közösségek egy idő után odáig érnek, hogy lesz valós találkozó. Tehát ilyen blended valóság lesz, hogy azért valamilyen szempontból már a játékot is úgy csinálják meg egyre többször, hogy bizonyos szint után valóságos kihívások szintek lesznek. Tehát itt egy ilyen keveredés lesz a interneten belül az online én és a valós én között. Ezt még nem tudjuk, de én abban látom, hogy a Facebooknak a halála nem egy másik közösségi szájt lesz, hanem ez a tendencia. Én azt gondolom, hogy ami még itt játszani fog, az egyre inkább a surveillance, a megfigyelés. Egymást fogjuk egyre inkább megfigyelni, és ez viszont ahhoz fog vezetni, hogy gyakorlatilag a digitális Robinson Crusoe-k fognak fennmaradni. Tehát akik ki tudnak menekülni ebből a masszából, hogy mindenki mindenkit figyel, ezek is külön társadalmakat fognak alkalmazni, és figyel. És egymást fogják megfigyelni, figyelt, csak tolmácsolom. Egymást, igen. Javasolnám George Orwell 1984 című regényét ismét, egy kicsit átismételni, mert azért nagyon sok minden olyan van benne, ami sajnos elő fog jönni, nyilván nem azon a technikai szinten, de a telekép például, ugye, ami benne van, azért az be fog jönni. Úgyhogy én azt mondom, hogy új korszak kezdődik, és ez 10-20 éves távlatban is mondom, az információs hadviselés korszaka következik, ember embernek farkasa, így van, az internet szét fog szakadni, már most sem csak az a 11 primary domain név szerver létezik, tehát ugye A-tól M-ig, ami az internet összes domain nevét feloldja. Nem tudom, tudjátok-e, hogy hányszor 11 ilyen van? Hányan csináltak már, hány cég, hány állam közösség, többek közt az Európai Unió is csinált ugyanilyen domain név szervereket, amelyek másfajta primary domain neveket, illetve végződéseket tudnak feloldani. És ezt az internetet ma még nem látjuk. Lassan ezt az internetet is fogjuk látni. Nem csak a Deep Web Search-ről beszélek, hanem arról beszélek, hogy léteznek, különböző rétegei lesznek az internetnek, és abban csak az egyik szinten jelenik meg a Facebook.